A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola nyílt napokkal várta mindazokat, akik érdeklődnek a hangszerek, a zenélés iránt. A hét folyamán betekintést engedtek a náluk folyó munkába. Ezen a héten a hangszeres tanáraink bemutathatták a hangszereiket, a gyermekek, akik ide járnak, növendékeink az órákon keresztül mutatták meg azoknak az óvodásoknak, illetve általánosoknak a hangszereiket, amiken tanulnak. Bemehettek a szülők és a gyermekek is az órákra, tehát nyíltan bármelyik órát meglátogathatták, zongorát, az ütős hangszereket, fúvós hangszereket, éppen amihez kedvük volt, és aki még ilyen hangszerek közvetlenül nem találkozott, most meg is foghatta, ki is próbálhatta esetleg ezeket a hangszereket. Minden zenét kedvelő gyermeknek van egy álma, egy elképzelése, hogy milyen hangszeren szeretne megtanulni zenélni. A lányok körében, mert még ezt is külön mondhatjuk, hogy lányok és fiúk körében különbözőek ezek, lányok körében a zongora és a fúvola nagyon népszerű, a fiúk körében az ütős hangszer leginkább, illetve a fúvósok, ezen belül részfúvósok, illetve a fafúvósok közül a szaxofon és a klarinét is nagyon népszerű. Jelentkezőket úgy várjuk, hogy először egy szolfés felvételén vesznek részt a gyerekek. Május 3-án délután 2-től este 6 óráig tartjuk a felvételit, és utána hangszeres felvételére is jöhetnek, akik már rögtön a hangszert is el szeretnék kezdeni szeptembertől. Előfordul, hogy az életkori sajátosságok akadályai lehetnek a hangszerválasztásnak. Annál érdekes pont az első-másodikos korosztály részére, akik fogat váltanak, és fúvós hangszereken így nehezen tudnak elkezdeni játszani, ezért szoktuk is ajánlani, hogy először kezdjék akkor furujával, és utána térjenek át a részfúvós vagy a fafúvós hangszerekre. Hangszereket nem kell beszerezniük, egész kiskortól megkapják, például a hegedűt is egész óvodáskortól már tudunk biztosítani, negyedes, feles, háromnegyedes, egészes hegedűket. Minden hangszert tudunk biztosítani, kivéve a zongorát, illetve pianinót, azt otthonra meg kell vásárolniuk. Beiratkozáshoz szükség van a szülői aláírásra, tehát ott főszereplő a szülő, ott már a gyermekre nem lesz szükség. Május 15-én és 16-án tartunk beiratkozást a Bartók Béla Zeneiskolában. A karakter teljesen jó, jó a staccato, csak akkor figyelj, hogy akkor a két ütem meglegyen. Selejlő Alexandra tanárnő, a két éve zongorázó Ádámnak adja az instrukciókat, aki a barátait is invitálta, hogy ők is zenéljenek. Mint mondja, a környezete büszke arra, hogy zenél, és azt mondják, hogy ügyes. Már a családom is zongorázott, és akkor én is szerettem volna. Bejövök, gyakorlok kicsit, utána vagy veszünk egy új darabot, vagy nem. Az intézmény lehetőséget biztosít a magánének órára is, ahol elsajátíthatják az éneklés iránt érdeklődők a megfelelő légzéstechnikát, hangképzést. Ócsai Anna Mária tanárnő zenei kíséret mellett segíti a diákok fejlődését. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tárt kapukkal várja a zene iránt érdeklődő diákokat.